átadták a Csornai Járásbíróság épületét. 1976-ig működött bíróság a városban. Majd néhány évtized szünet után 2024-től ismét helyben intézhetik ügyes-bajos dolgaikat a rábaköziek. Ez az épület, ahol most összegyűltünk, eredetileg is bírósági célra épült még 1927-28-ban. Hiszen Csornán már működött korábban bíróság egészen 1976-ig, amikor is megszűnt. Innentől kezdve az épület kórházi rendelőintézeti funkciót töltött be, azonban hála a város az annak fejlődéséért felelősséget érző emberek, valamint a rábaközi lakosok támogatásának megfogant, majd valósággá is vált az ötlet, hogy hozzuk helybe az igazságszolgáltatást, az ítélkezési tevékenységet, hiszen Győr-Moson-Sopron akkor még megye volt az egyetlen az országban, ahol mindössze 3 járás bíróság működött. Adta magát, hogy Justitia a régi helyére költözön vissza. 2020 folyamán megkezdődött a Csornai Járásbíróság végleges elhelyezéséhez szolgáló épület rekonstrukciójának előkészítése. 2021 a tervezés, 22-23 pedig a kivitelezés időszaka volt. Ezen folyamat betetőzéseként pedig 2024 januárjától itt, ebben az épületben fogadhatják kollégáink az ügyfeleket. A folytatásban felkérem Senyei Györgyöt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Csornán 1928-tól 1976-ig, tehát egy tekintélyes, már mondhatjuk, hogy történelmi időszakon keresztül működött bíróság, majd körülbelül ennyi ideig nem működött bíróság. A jogalkotó felismerte a bíróság létesítésének szükségességét, és ennek következményét levonva döntött a bíróság újbóli létesítéséről. Itt kapcsolódtunk be voltak éppen az Országos Bírósági Hivatal, hiszen meg kellett építeni, vagy fel kellett újítani, létre kellett hozni a Csornai Járásbíróságot, teljesítve a jogalkotói akaratot. Ennek megfelelően emlékszünk, hogy ez két lépcsőben történt, még Takács József elnök úrral 2022 elején az ideiglenes helyszínt adtuk át, ott kezdte meg értékes tevékenységét a Csornai Járásbíróság kollektívája elnök úr vezetésével. Ezt követően került sor a valóban soha nem egyszerű. Egy építkezés soha nem egyszerű. Egy felújítás sem egy új épület létrehozatala. Ennek megfelelően került sor a méltó körülmények közötti elhelyezés végleges kidolgozása. Ugye, mostanában sokat beszélünk arról, hogy mesterséges intelligencia mennyiben kerül bevezetésre a ítélkezésbe, mint ahogy az élet más területeire is. Ennek megfelelően kell az épület, először az épületet kívülről, majd utána mögé néznünk a falak közé. Ugye maga a Csornai Járásbíróság jelenleg átadandó épülete, ugye helyileg védett státuszú, és nyilván ez egy szubjektív vélekedés és kategória, de véleményem szerint többségünknek tetsző külső jegyekkel rendelkező a késői historizáló stílusban alkalmazott neobarok épület, amely én úgy hiszem, hogy tiszteletre méltó és kötelez. És azt mondhatjuk, hogy összhangban áll a falak mögött zajló értékes és fontos ítélkező tevékenységnek. Az ítélkező tevékenység ez nyilván az itt élő, az illetékességi területen élő 60 ezer embernek az eminens érdeke, ezt meghaladóan pedig azt is úgy hiszem, hogy kipoentírozhatjuk, hogy a Rábaköz fővárosának is egyfajta presztízsemelkedés jelent, hogyha önálló járásbíróság működik. Ennek megfelelően én bizonyos vagyok abban, hogy ha az itteni, mint egyébként maga a győri törvényszék egésze alapján annak részeként működő Csornai Járásbíróság teljes kollektívája, az időszerű ítélkezés és magas szakmai munkát végezve öregbíteni fogja a Rábaközben is az igazságszolgáltatás hírnevét, és magas színvonalú időszerű ítélkezési munkájával hozzájárul ahhoz, hogy a polgárok élete jobbuljon, és a Rábaköz megfelelő színvonalú ítélkezést kapjon közvetlenül járásbírósági szinten is. Ennek megfelelően sok sikert kívánok a kollégáknak az új környezetben végzett munkához,
és mindenkinek jó munkát, jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Hallgassák szeretettel a Jogkézak zenekari műsorát. Szép volna, miféle hasonlát rabál, miféle nemzedékre száll, miféle csillagokba vál. Szép volna vár, szép volna vár. Ölemben ma még órán félsz, s a kerek földnél többet élsz, és minden álmom benned él. Most jó így, s a felnőtt távolabbra néz, s talán egy földön, ahol élsz, a féket egyszer körbe tér. Szökik tovább, kitáltam léte magát, szeretném hinni azt, hogy lát, mi szép volna vár, szép volna vár. Az apám szavát vallom én. Bárki essen követ rá, ez itt az én hazám. A mezők szorgos illatát, a jövő szabad szép szavát jelentem, ó hazám. Széles a föld, magas az ég, népföldes csizma sem elég. Mondtam,
bezárták a Csónai járásbíróság épületét. Miért van szükség a járásokba bíróságra? A járásokban létezik természetesen egy olyan felhajtó erő a városok megújulásával, a városi közösségek, vagy az itt élők közössége szeretné, hogyha javulna a szolgáltatások színvonala. Az ítélkezés, az igazságszolgáltatás is egy szolgáltatás, ezért az, hogy helybe jön a bíróság, az az ítélők számára egy életminőségben való javulást jelent. Ezt ismerte föl a helyi országgyűlési képviselő, a helyi polgármester, ezt emeli a kezdeményezés mellé állt a kormány, és a kormány támogatta azt a kezdeményezést, hogy Csornán visszatérjen a járásbíróság, hiszen Csornán már hosszú évtizedeken keresztül volt járásbíróság. A járásbíróságon mindenféle ügyet lehet tárgyalni, mi a tapasztalat? A járásbíróság a legelső, legalsó foka a bíráskodásnak, az ítélkezésnek, tehát azért a nagyobb ügyek, a jelentősebb pertárgy értékű ügyek, vagy kiemelt ügyek, azok már a győri törvényszék elé tartoznak, de azok az ügyek, amelyek az embereknek a mindennapjait, a hétköznapjait érintik, azok ide kerülnek a járásbíróságra, és ami nagyon fontos, hogy a járásbíróságon tudnak információt szerezni az ügyeikről, tehát még a győri ügyekről is tudnak a járásbíróságon kérdezni, a járásbíróságon felvilágosítást kapni. Azt nem felejthetjük el, hogy a bírósági eljárás ma már nagyrészt elektronikus úton zajlik, de mégis a tárgyaláson, amikor személyesen részt kell venni, akkor nem mindegy, hogy az embernek milyen messzire kell menni egy tárgyalásra, vagy az információkat azok, akik nem tudják elektronikusan lekérdezni, azok a járásbíróságok ügyfélszolgálatain tudják megtudni ezeket az ügyeket, tehát az mindenképpen sokat javít az információhoz való hozzájutáshoz, hogyha van egy településen, van egy település környezetében, van egy olyan bíróság, ahova el lehet menni. Tehát ez egy lehetőség azok számára, akik tájékozódni szeretnének, és van, akit a bíróság beidéz, nekik sem mindegy, hogy mennyire messzire kell menni, Csornára vagy Győrbe kell menni. Beszélgetésünk elején egy rövid bemutatkozást hadd kérjek. Dr. Németh Csaba, a Csónai Járásbíróság vezetője vagyok. Korábban a Mosonmagyaróvári Járásbíróságon dolgoztam, büntetőügy szakos bíróként és ottani járásbíróság vezetője voltam. Mi a jelentősége a Csornai Járásbíróságnak? Hiszen korábban működött már Csornán, de aztán egy hosszabb időre leállt itt az ítélkezés. Önnek mi a véleménye erről? Illetékességi területünk nagy vonalakban Csorna, Kapuvár, ez a két városnak a térsége, 60 ezer ember körülbelül a lakosságszám, és ami jelentőség annak, hogy ide egy bíróság újra kapuit megnyitotta, az, hogy a lakosság számára elérhetővé vált helyben is az igazságszolgáltatás, nem kell Sopronba vagy Győrbe keresni az igazságát, az igazát. Azt jelenti gyakorlatilag ez, hogyha valakinek van egy polgári követelése, egy pénzkövetelése a másikkal szemben, vagy akár egy bontóper miatt kell a bírósághoz fordulni, akár gyermektartási kérdésében, akár egy végrehajtási ügyben, de nézzük a büntetős oldalát, akár ha ittas vezetésért valakinek bíróság elé kell állnia, vagy egy garázdaság, tesisértés, vagy akár embercsempészési ügyekben, akkor szintén itt Csornán megoldást találunk az ügyre, illetékesek mi vagyunk, és nem Sopron meg Győr, mint a korábbi időszakban, amikor Kapuvár illetékesség a Sopronhoz tartozott, a Csorna illetékesség pedig Győrhöz. Így ez a két illetékesség, ez már Csornája, a Csornai Járásbíróságé. Hány bíró dolgozik, illetve a bírókat kik segítik itt a Csornai Járásbíróságon? Négy bíró, két büntetőügyszakos és két polgári ügyszakos, én magam büntetőügyszakos vagyok. A bírák mellett jellemzően egy-egy tisztviselő dolgozik, aki az ő munkáját egyrészt feldolgozza, másrészt a tárgyalótermekben is megjelennek ezek a kollégák, amikor a jegyzőkönyvet készítik. Nem találkoznak általában az ügyfelek a szabálysértési, végrehajtási és a nem peres ügyeket intéző titkár kollégáinkkal. Két bírósági titkár dolgozik itt, akik ezeket a nem peres ügyeket intézik. Illetve nyilván van még egy háttérmunka, akár egy elnökiroda, akár egy polgár és egy büntető iroda, ahol az ügyek érkeznek. Egy ügy beérkezik, akkor azt nyilván fogadnunk kell. Az ügynek a további
lépéseit követnünk kell az irodával, de gyakorlatilag a irat érkezésétől iratárba helyezésig az iroda, ami háttérben dolgozik, az ezt feldolgozza és követi ennek az útját. Ezt ügyfelek nem látják. Tehát egy háttérmunka is, ami nyilván nem látszik az ügyfelek előtt. Ügyfél, amit lát, bejön a bíróság épületébe, találkozik a teremőrrel, ezt követően pedig valamelyik bíróval az adott tárgyaláson, vagy pedig a ügyfél segítő, vagy pedig a ügyfél szolgálatunknál adott kollégákkal, vagy bírósági titkárral, vagy pedig egy tisztviselővel. Miért van szükség egy ráccsal elzárt területre? Ez egy megőrző. A bíróság épülete az munkaidőben van csak nyitva, tehát munkaidőben, amikor egy tárgyalásra várnak a fogva lévő személlyel, akár polgár, akár büntetőügyben is lehetséges ez, akkor ne az ügyfelek között itt a folyosón várakozzanak, ez egy biztonságos őrzési lehetőség, amely azt gondolom, hogy nem csak a rendőrnek meg a BV őrnek kényelmes, hogy biztonságba be tudja zárni egy ilyen zárkába addig az ember, tehát neki is egy biztonságot ad, de ügyfeleknek is komfortosabb, hogy nem találkoznak a folyosón vele, és nem egymás mellett ül egy bilincsben lévő személy, meg mellette egy akár egy bontóperre váró hölgy. Illetve hát a fogvatartottnak sem mindegy az, hogy civilek között ott üldögél, és neki is egy kényelmetlen helyzet lehet ez, így neki is jobb szerintem, hogyha egy külön helyiségben várakozik, és nem más emberek személynek keresztüzében üldögél ott a folyosón. Köszönöm. Én köszönöm.